Sziasztok, Vicuska vagyok. Egy kis szünet után ismét itt vagyok. Elhoztam nektek a 212-es leckét, fogadjátok szeretettel. Veszünk egy lapot, mégpedig 900x700-asat leokézzük. Ablak eredeti méret. Ugye, ezt már tudjátok, hogy miért van. Azt nem tudom, hogy nekem mindig kicsire megy össze, tehát ha valaki ebbe tud segíteni, akkor szóljon nekem. Na most, eddig mindig a színskálából vettem ezeket a színeket, most is kijelöltem magamnak a kéket meg a sárgát, de úgy döntöttem, hogy nem onnan fogok venni, és meglátjátok majd az eredményt. Mégpedig veszem a bödönt, és kijelölöm a könyvecskénél, kijelölök egy színt, mégpedig leveszek, megyek a kékre, itt a 10-es, vagy a 20-as, mindegy, hogy hány, tehát a 20-ast kijelölöm magamnak, és beöntöm. Látjátok, ez egy ilyen mintás kis táblácska, amivel beöntöttem, majd feltöltöm a csoportba. Utána megyek, réteg, új üres, veszek egy új üres réteget, most pedig megint kijelölöm magamnak a bödönt, a bödönnél pedig a könyvecskét, ugyanis egy másik színnel fogjuk kiönteni. Szintén onnan veszünk egy sárga, sárgás-barnás dolgot, vagyis hát megyek lefele, én már kijelöltem magamnak, csak azért keresem meg nektek most, hogy lássátok ezeket a kis táblácskákat. Remélem, hogy mindjárt itt lesz. Itt is van, igen. Itt van. Ez a Gangel 3. És hogyha látját, hát nem biztos, hogy ezt fogom. Még majd meglátom, mert úgy nézem, hogy a másik az jobb lesz. Akkor pedig nem a Gangel 3-at választom, hanem mindjárt, tehát hogyha nem tetszik, akkor visszamehetsz nyugodtan, tehát nincs abból semmi probléma. Megkeresem magamnak az előbbi sárgámat. Itt van. Dolus 3, ebből inkább ezt, és akkor be is lehet önteni, szerintem nem lesz semmi probléma. Na most, erre azért hívnám fel a figyelmet, mert majd meglátjátok, hogy ezek a kis fekete csíkok, vagy sötét csíkok, hát ez egy gradient, mint tudjuk, nagyon sokat jelentenek a mintába. Tehát nagyon sokat fognak jelenteni. Most a felső rétegen állunk, szűrők, fotomaszk. Fotomaszk, és itt ezt a maszkot jelölöm ki magamnak. 100%-os átlátszatlanság, elmosás, masznyújtása, oké. Réteg, szabad átalakítás, 50%-ra lekicsinyítem. Oké, és akkor, mikor ezzel készen vagyok, akkor szépen megyek ide, felőre. Most megkettőzöm, mert alig látszik, és így jobban fog látszani, és egyesítem a két réteget, tehát jobb gomb, egyesítés az előző réteggel. Most réteg megkettőz, amikor megkettőzöm, egy vízszintes tükrözéssel átdobom, és akkor összepasszintom. Hát itt egy kicsit jobban kell figyelni az embernek a passzintásnál. Nem tudom. Nem a legjobb. Na most talán jó lesz. Most sem. Tehát az a baj, hogy nem nagyon látom. Tehát muszáj lenne látni. Jó, talán már jó lesz. Egyesítés az előző réteggel, és amikor ezzel készen vagyunk, akkor talán még egyszer megkettőzöm, mert akkor talán jobb lesz. Nem, nem, visszamegyünk, tehát nem kell nagyon erősnek lenni a színeknek. Most, amikor ezzel készen vagyunk, akkor megyünk a szűrőkre, a domborításra, a domborítás. Szűrők, élesítés, mikrokontraszt. És kihúzzuk a szélére mindkettőt.
réteg megkettőz, tehát megkettőzzük ezt a sárga valamit, de nem azért, hogy egymást fölé rakjuk, hanem az egyiket megfestjük. Mégpedig len a felsőt, tehát erre rákatintunk, és itt látjuk, hogy kisárgult a széle, tehát az él éppen az a réteg, amelyik kisárgult. Tehát most ezt befestjük, mégpedig itt látszik is, kijelöltem a piros, de ez a módszer nekem nagyon-nagyon sötét, és tudjátok, hogy nem vagyok ennek híve, tehát nem szeretem, tehát inkább a, nem szeretem a hivalkodó színeket, inkább a halványabba, tehát ez jön be nekem. Igen, és akkor ide felviszem. Az azt jelenti, hogy körülbelül itt megnézem magamnak, tehát ezt itt, ide rakom a sárgához, a sárga aletet itt erre. Körülbelül ez ilyen 1 centi lehet itt. És akkor itt is össze tudom rakni középet, meg itt is 1 centi legyen. És hát, hogyha ezeket is itt nézni lehet, tehát, hogy hogyan passzintsuk össze. Na most, az a lényeg a dolognak, mint az előbb is beszéltem róla, hogyha ez az aranyozott szín nem lett volna gradient, tehát nem lettek volna benne ezek a csíkok. Ezek a csíkok, azok a csíkok, amik az aranyba szerepeltek, és hát akkor nem lenne ilyen szép. Egyesítjük az előző réteggel, és akkor megpróbáljuk egy kis árnyékot adni. Rétegbeállítások, árnyék, meglátjuk, hogy mit tesz vele. Igen, egyik oldalon adott neki árnyékot, lemegyünk 3-asra, 4-esre, itt pedig 8-asra, és akkor úgy lesz az árnyék, jó? 3-as, nézzétek meg, csak ezen az oldalon is, és ezen az oldalon is. Tehát ennek fele az X eltérés, 4 az Y, 8, és kihúzzuk a szélére, és 3-as sugár. Hát az, hogy kihúztuk a szélére, nem volt legjobb megoldás, viszont körülbelül olyan 80%, 75% is oké. Na most a következőt teszed, réteg megkettőz, amikor megkettőzted, egy függőleges tükrözéssel átdobod és ide lehúzod, tehát próbálod úgy beállítani, mint a felsőnél, tehát itt is, tehát a sárga, vagyis a rózsaszín az kevesebb legyen, tehát itt ennek a pöttyösnek legyen a széle, tehát ez már nem pöttyös itt, a pöttyösig felhúzott, itt pedig a pöttyösig lehúzott. Alul is beillesztett szépen, felül is, oldalt is, hogy az mindkét helyen jó legyen, és akkor, amikor ezzel készen vagyunk, egyesítjük a rétegeket, egyesít az előző réteggel, az alsó hátteret megkettőzzük, réteg megkettőz, és amikor ezt megtettük, akkor egyesítjük a előző réteggel, a felső réteget, tehát ez nekünk, ez egy, megmutatom mindjárt, becsukom a szemeket, ez egy ilyen PNG effekt, kinyitom a szemet, mindegyiket kinyitom, és akkor az egyik kékkel egyesítem, jobb gomb, egyesítés az előző réteggel, na most a következőt teszem, réteg, megkettőz. És a felső rétegen állunk, szűrők, torzítás, trapéztorzítás. Trapéztorzításnál pedig, hát én úgy gondoltam, hogy tehát így is szép, hogyha az ember így összehúzza, de viszont úgy lenne szép, ha az egész teret kitölti, meglátjuk, hogy mit csinál. Hát legyen ez, mondjuk, majd meg mindjárt meglátjuk, hogy hogyan alakul, 140. És a felső torzítás pedig kihúzzuk a végére, tehát 140, oké. És meglátjuk, hogy mit tett, igen, hát ezt tette velünk,
és nekünk, nézzétek csak. De ezt így felhúzzuk idáig, itt van a támpont, tehát felhúzzuk idáig, és akkor amikor készen vagyunk, egyesítjük a rétegeket, egyesítés az előző réteggel. Most tanunk neki egy kis szűrők, domborítás, mérsékel domborítás, kétszer. És akkor a következő dolgot teszed. Ez így nem marad így, ahogy van, hanem más teszünk vele, mondjuk így is maradhatna, semmi gond nincs vele, de kivágjuk ezt a felsőt, próbáljuk kivágni. Így körülbelül elmegyünk a közepéig a kéknél is. Na most ezt itt egy pillanat, mert mindjárt itt a széle nem a legjobban van, meg itt sem. Jó, és akkor és végeredményben egy picit megnagyítom, és akkor már nem is lesz semmi probléma, csak egy centit, és akkor már kész is vagyunk, és nem kell itt figyelnünk, hogy elmozdul. Na, tehát kivágjuk, mond, a feléig, lemegyünk a feléig, így, és akkor másolás, szerkesztés, beillesztés. Amikor beillesztettük, látjuk, hogy beillesztődött, egy függőleges tükrözéssel átdobjuk, és ide lehúzzuk. Tehát ugyanolyan lesz, mint a felső. Itt is azért próbáljuk úgy beilleszteni, hogy jó legyen, mert jó, és már végeredményben jó is, egyesítjük a rétegeket, egyesítés az előző réteggel, és akkor végeredményben már jó is. Na most réteg megkettőzzük a réteget azért, mert az alsó réteget szűrők, torzítás, ellipszis, na most ezt nem látjuk, addig becsukjuk a szemet, és teljesen kihúzzuk. Ugyanaz lenne a másikkal is, tehát ugyanezt csináljuk a másikkal is, csak többször. Tehát egy kicsit kihúzzuk jobb gomb, szabad átalakítás, és teljesen kihúzzuk így, ahogy a szélén alig maradjon valami. Mondjuk 112, nézzétek csak. Meglátjuk 115-tel mi lesz. Tehát ahhoz kell látnunk a másikat. Kinyitod, és akkor szűrők, torzítás, ellipszis, szintén megellipszisezed, és akkor itt van nekünk ez a dolgunk. Na most, ugye, megnézzük, hogyha még egyszer készítünk ellipszist, akkor mi történik. Hát igen, elég szép lett. Na, visszamegyünk. Hát nem tudom kinek. Egy nagyon picit lekicsinyítjük szabad átalakítással, egy nagyon picit, egy 97-esre megyünk, és itt is alul is beállítjuk, felül is, tehát az azt jelenti, hogy mindkét helyen beállítjuk. Jó, és akkor utána van nekünk egy tájacskánk, meglátjuk, nem ez az, hanem itt van. Itt van ez a kis falsangi lesz a kép, szerkesztés, másolás, szerkesztés, beillesztés. A felsőre illesztjük be, mert minek illesztenénk az alsón, amikor az nem is látszik ott. Tehát ezt pedig úgy oldjuk meg, hogy fogjuk, és akkor leradírozzuk először is az átlátszatlanságot, mégpedig levesszük mondjuk 80-ra. Szűrők, domborítás, mérsékelt. Kétszer, sőt, háromszor is mehet, és akkor a következőt teszed, kicsit itt leradírozod, hát ez a radír nagyon kicsi, mondjuk
70-es radír, tehát fogod, rákatintasz a tájra, és akkor fogod és leradírozod, hogy látszódjon ez a szép effekt itt. Tehát itt az a lényege, hogy a szép effekt látszódjon. Nézzétek csak így. És akkor alulról is ugyanígy látszódik a szép effekt. Alulról is. Itt. Jó, és akkor a következő dolgot teszed, hát szerintem adhatunk neki még egy kis domborítást. Nem tudom, ez már sok lesz. Az a baj, hogy az előbb nem adtunk neki olyan jó domborítást, tehát szűrők domborítás mérsékelt. Jó, és akkor ezzel már készen is vagyunk itt a képpel, csak még itt adunk neki egy kis árnyékot. Réteg, beállítások és árnyék. Na most ezt az árnyékot úgy végezzük el, hogy elmegyünk megint mínuszba. Tehát itt is 3 mondjuk, és akkor látszik, 3, hogy mindkét oldalon van árnyék rajta, és itt pedig szintén 3, kihúzzuk a szélére, és oké. És akkor látjuk, hogy milyen szép kis dolgot kaptunk, és itt be is állogathatjuk, állíthatjuk. Nos, a következő dolgot teszed, összevonod a két réteget, vagyis a 3-at most már, egyesítés az előző réteggel, egyesítés az előző réteggel, és akkor most azt csinálod, hogy veszel még egy réteg, nem újat, hanem megkettőzöd a kéket, egyesíted vele, egyesítés az előző réteggel, igen, és akkor, amikor egyesítetted, akkor szűrők, torzítás, ellipszis. Meglátjuk, hogy mit tesz vele. Hát, nem tudom. Jó lett, szép lett, egy kicsit szabad átalakítással megnagyítjuk. Igen, és most lett jó. Igen, igen, igen. Oké. Na most beállítjuk magunknak szépen, ugye, mert nem úgy áll, ahogy kéne. Jó. És akkor most a következőt teszed. Van nekünk egy kis díszecskénk, mégpedig ez. Hát ez a díszecskénk szerkesztés-másolás. Szerkesztés, beillesztés, és akkor réteg megkettőz, és az egyiket egy forgatás jobbra, 90 fokkal jobbra elfordítod, egyesíted az előző réteggel, és a következő dolgot teszed, mész a szűrőkre, torzítása az ellipszisre. És egy ilyet kaptál most, egy 90 fokkal elfordítod, ide felteszed, de még nincs kész teljesen. Ugyanis ezt le kell radírozni az egyiket innen, ezt eddig. És akkor marad csak ez, fogod, és akkor jobb gomb szabad átalakítása megnagyítod, mégpedig hát egy így akkorára, hogy körülbelül, hát így elég nagy legyen. Lehet, hogyha kihúzzuk a szélére, akkor jó is lesz, igen. Na most megnézzük, ugye középre rakjuk ezt a részt, a másik részt. Hát nem tudom, hogy rózsaszínnel jó-e. Ha nem jó, megnézzük, hogy hogy néz neki. Tehát ez itt van például ez a pirosas, tehát annyira nem feltűnő. Hogyha, igen, ez a módszer, a másik módszer, viszont ez már igen. Tehát megnézzük ezeket a dolgok mondjuk kékkel, vagy sárgával,
hogy néznek jobban. Hát nem tudom, őszintén megmondom, én szerintem inkább maradjon olyan, amilyen. És akkor egy kicsit lehalványítom, mégpedig 90%-kal. 80-nal is mehet, és akkor réteg, beállítások, árnyék. És egy hármas árnyékot adok neki. Ez itt a 80% maradhat. Jó, és akkor réteg megkettőz. Átdobod egy vízszintes függőleges tükrözéssel, bocsánat. És akkor ide alulra helyezed. Ugye megfigyeled körülbelül, hogy itt hát annyira nagyon nem tudod megfigyelni, de azért, hogy hova is került, mert ez itt feljebb van, tehát ez itt feljebb van. Na hát mindegy, mert úgysem egyforma. Igen, ide rakod, és a következőt megint behozod, másolás, beillesztés. És akkor még egyszer réteg megkettőz, és akkor egy 90 fokos fordulattal elfordítod. Most egyesíted a két réteget, és akkor, amikor ezzel készen vagy, szabad átalakítás. A dőlésszög az 45-10. Nagyon nehezen lehet 45-10-et rakni, de azért 45-80 is jó lesz, és akkor ide helyezed oldalra. De mivel ez nekem egy kicsit nem jó, mert kilóg, így ezt is megtorzítjuk. Szűrők, torzítás, elipszis, és nézzétek, hogy milyen jó lett. Még egyszer, ha megtorzítjuk, nem tudom, talán, jó van, jó lesz így. És akkor adunk ennek is egy kis árnyékot, rétegbeállítások, árnyék. Nézzétek, hármas árnyék, és már is jobban néz ki. Oké, és akkor most réteg megkettőz, egy vízszintes tükrözéssel átdobod, idehúzod a másik oldalra, habár itt nem fog majd látszani, azért nem fog látszani, mert ide helyezünk egy csajocskát. Na mindegy. Tehát végeredményben készen is vagyunk. A felsőket egyesítjük, egyesítés az előző réteggel, jobb gomb. Egyesítés az előző réteggel, jobb gomb. Na most itt van még egy kis dolgunk nekünk. Ennek adunk egy kis textúrát, méghozzá szűrők, textúra más. Más, és találtam egy textúrát, ami itt van nekünk, hogyha megnyitod ezt a kis könyvecskét, itt van a textúránk, a textúra 10-es, és megnyitás. Na most itt a lényeg, itt már meg van nyitva, azért nem nyitja meg. Na most itt a lényeg, hova húzzam, hogy lássátok ti is, tehát teljesen el fogom húzni. Itt nézzétek oldalt, mert csak itt látszik. Tehát az átlátszatlanságot, hogyha a nőveled nézd, akkor teljesen ilyen fehéres lesz, tehát nem valami. Fehéres lesz, tehát nem jó az átlátszatlanság, mondjuk 50%. Vagy 60. Hogyha az arány az azt jelenti, hogy mekkorák legyenek a kis diszecskék. Na most, hogyha azt szeretnéd, hogy ez ilyen nagy legyen, akkor nagyot raksz. Ha azt szereted, hogy kisebb legyen, akkor kisebbet raksz. Hát én nem is tudom, hogy mekkora volt az előbb, de hát egy olyan százas, gondoltam, hogy egy olyan százas legyen, és akkor a domborítás az azt jelenti,
hogy nem kell külön domborítanod, mert itt is tudsz domborítani, teljesen kihúzod a szélére. Tehát itt 100, és olyan, hogy nem tudod beállítani, 99 vagy 101. És hogyha ezt az átlátszatlanságot még húzod, akkor inkább fehérbe megy át. Tehát lehet nagyobb is, 65-66. Hát kinek hogyan tetszik. És akkor leokézod természetesen, és a következő dolgot teszed, mégpedig egyesíted a két réteget. Amikor egyesítetted a két réteget, akkor réteg megkettőz. Vagyis először bekeretezzük kép külső keret, hát képszínkezelés elképés szín. Kép külső keret. Külső keret, és akkor kijelöltem egy háttér mintázatot. Mondjuk ezt a rózsaszínt itt kijelöltem magamnak. Hát talán jó is lesz ez. Hát ez ilyen lilásba megy át. Nem tudom. Jobb lenne, ha egy kicsit világosabb lenne. Megnézzük, hogy milyen színű is ez. Hát megnézzük, oké. Tehát... kivesszük a pipát, és akkor látjuk, tehát ez nagyon kicsi, kép, külső keret, hát adjunk neki egy hármast. Hát ez a rózsaszínecske, na végre előjött, jól van. Tehát még egyszer megmutatom nektek a rózsaszínt. Itt van a rózsaszínnek a színárnyalata, tehát a száma, vörös, zöld, kék, és akkor oké. Oké. Na most már egy bocsánat, mert kétszer adtam neki keretet. Most a következő dolgot teszed, réteg megkettőz, és akkor a felsőt lekicsinyített szabad átalakítása 95-re. Hát először, hát lehet 90 is. Vagy 91. Lehet 90, jó? Persze, főleg, ha tudom, 90-re, oké. És akkor az alsó, ugye, mész a szűrőkre, a szűrőkön belül az AA filter, Frames, fotoframe, és akkor egy 30-asat adjál neki. Meglátjuk, hogy mit tesz vele, hát nem a legjobb lett, nem ezt csináljuk, inkább másikat csinálunk. Megyünk a szűrőkre, az Itsnet szoftvere filter unlimited 2, és akkor nem ez a dolgunk most, hanem megyünk a VM Stilize és a Zone Blur-ra. VM Stilize, Zone Blur és Apply. Látjátok, kaptuk ezt, de ezzel mi nem elégszünk meg, mert ugye megyünk a szűrőkre, a tompítás az erősebb elmosásra, és teljesen kihúzzuk a szélére, vagy ha nem, nézzük meg, hogy mit csinál, ha félig húzzuk ki. Így is nagyon szép, hogyha félig húzzuk ki, majd egy kicsit meg is domborítjuk. Hát legyen mondjuk 25 pixel, és akkor, amikor ezzel készen vagy, akkor egy kicsit bekeretezed. Hát úgy, hogy kép, külső keret, nem is más csinálunk. Kijelölés, réteg kivált. Kijelölés,
miért nem engedi? Réteg kiválasztást nem engedi, az alakzat kiválasztását engedi, nem tudom. Mindegy, megcsináljuk szűrők leképezés, progresszív kontúr, így is megcsinálja nekünk. A réteg kiválasztás nem is fontos. Hát egy ilyen kéket jelöltem be magamnak, ebből is a sötétebb részét. És akkor itt a szétázás van. Szétázás. Oké. És akkor most azt csináljuk, hogy ne legyen ilyen nagy a kép. Fogod, szabad átalakítása, picit. Éppen, hogy egy, mondjuk kettő, három, tehát 103, tehát 3%-ot adsz neki és jellett. Egyesíted a rétegeket. Végeredményben most már a képünk készen is van, egy kicsit ilyen kis csicsás lett, tehát ilyen színes, de nem probléma, van egy kis hölgyünk. Szerkesztésmásolás, szerkesztésbeillesztés. Hát, nagyon szép ez a hölgy, de nagyon nagy, szabad átalakítás. Nem tudom pontos, hogy mekkora legyen, de majd mindjárt megmondom. Tehát úgy készítjük el a hölgyet, hogy rátesszük a keretre, mert így nagyon szép lesz. Nagyon köszönöm az egyik szerkesztőtársamnak, segített nekem ebben, hogy kivágta nekem ezt a hölgyet, mert néha ilyet is kérek. Akkor utána van még valamim talán, de nem vagyok benne biztos, ez már nem kell, ezt kicsukom magamnak, nem kell, igen. Igen, itt a kis virágocskám. Szerkesztésmásolás, igen, szerkesztésbeillesztés. Ezt a kis virágocskát beillesztem ide fentre, de úgy illesztem be, hát hogy egy picit megfordítom, szabad átalakítással egy kicsit, picit csavarok rajta, hogy azért a virágocskák is látszódjanak, meg látszódjon a szallag is. Hát, mondjuk 25%-ot, így, és akkor ide kitesszük a szélére, és nagyon szép lesz. Egyesítjük a rétegeket, egyesítés minden rétege, tehát végeredményben a képünk készen is van. Nem kell más tenni, mint ráírni a Vicuska tutoriált, és a nevünket. Megnézem, hogy van-e nekem Vicuska tutoriálom ilyen színű réteg új üres. Veszünk kettő új üres réteget, hogyha ti is így csináljátok. Ha nem, akkor nem. Hát az elsőre megyünk a szűrők PNG data. Itt a PNG datába bármit be tudtok tenni, mert hogyha ezt megnyitom, majd esetleg, ha valaki nem tudja, akkor ebben is fogok segíteni. Csak írjátok le, hogy tudjátok-e. Tehát itt van Vicuska tutoriál, ezt megcsináltam magamnak, és megnyitom. Ugye, itt bejelölöd, hogy hova menjen. De, ha, ugye, itt lehet az arányon változtatni, nézd, tehát itt látod a Vicuska tutoriált, nem ide fog kerülni, meg... mert új réteget vettünk, és külön tudunk dolgozni. Tehát most körülbelül így, hát így az arány jó lesz, és oké. Okay. És akkor most, hogy befestjük, mert látjuk, hogy tehát be tudjuk festeni. Hát nem is tudom, talán sárgára kellene, mert az jobban látszon a rajta, azt se tudom, hogy hova tegyem komolyan. Vagy nem. Tehát marad úgy, ahogy volt, ez a pirosas. És akkor ide teszem alulra. Vagy ide felülre, nem tudom.
Egy kicsit lekicsinyítem szabad átalakításra, meglátom, hogy milyen is lesz. És akkor ide húzom. Ugye ide is húzhatom, mert ez is a díszítést szolgálja, de nem látszik. Tehát arra is figyeljünk, hogy azért látszódjon. Rárakhatod a keretre is. Tehát mindegy, ide rakom. Mindig ezzel foglalatoskodom el magamat. Jó, és akkor most még egy nevet is. Ezt megkettőzöm, hát, ha jobb lesz. Egyesítés az előző réteggel, szűrők, domborítás, domborítás. Hát ez a domborítás nem nagyon szép lett, de azért. Jó, mérsékeltet kellett volna neki adni. Kétszer. És akkor már is jó is lesz. És akkor ezt kitörlöm, ezt megkettőzöm, és akkor így lesz nekem a vicuskám. Itt van. Kitörlöm. Ezt pedig ide húzom alulra. Igen. Körülbelül ide. Jó, egyesítem a rétegeket, egyesít minden réteggel, és végeredményben el is készültünk a képpel. Ez egy farsangi kép. Remélem, hogy el tudjátok készíteni, és még tetszeni is fog. Nem tudom. Hát majd meglátjuk. További szép napot, és jó munkát kívánok nektek a leckéhez. Sziasztok!